A megszokottnál kevesebbet, a téli szünetben otthon végzett munkával együtt 5 hetet készülhettek a tavaszi rajt előtt a Szvadi játékosai. Az időjárás behatárolta a lehetőségeket, az edzéseket a konditeremben és a műfüves pályán végezték a futballisták. A szakmai stáb 5 edzőmeccsen mérhette le a fejlődés ütemét, és bár ilyenkor nem az eredmény az elsődleges, az 1 döntetlen és 5 győzelem okot adhat a bizakodásra. Én elégedett vagyok a felkészülés minőségével, edzőmérkőzéseken látottakkal, és most megint nem az eredményre gondolok, hanem a védekezésben előre léptünk. Azt hiszem 3 mérkőzésen nem kaptunk gólt. A góljaink száma is nőtt. Kazincz Barcika ellen még nem nagyon kerültünk helyzetbe, de a Paks ellen már a 4 ugott gólon kívül is volt helyzetünk. A Debrecen ellen nem sok helyzetet dolgoztunk ki, de nagyon jól használtuk ki őket. A Sényő ellen volt egy hullámvölgy a csapatnál, ott kevésbé nyújtottunk jó teljesítményt, de a futás mennyiség ott is megvolt. És a Tiszakécske ellen, amikor kicsit felforgatott csapattal kezdünk, amikor a tervezett csapat játszott, akkor viszont egészen jól néztünk ki, és minden értelemben, védekezésben, támadásban jó teljesítményt nyújtottunk. A csütörtöki sajtótájékoztatón bemutatták a 4 új téli szerzeményt. Márkus Attila Norvégiából, Gresó Mátyás Egerből érkezett Nyíregyházára. Szokol Zsolt 5, Papu Roland pedig 7 esztendő után tért vissza a Szpalihoz. Az első benyomásom az, hogy látszik, hogy nagyon jó a csapatszellem, és azt gondolom, hogy az elvégzett munka alapján azt lehet mondani, hogy tényleg a Szparinak nem a 11. helyen lenne a helye a tabellán, és nagyon remélem, hogy a tavaszi szezonban tudok én is annyi pluszt hozzáadni, hogy sokkal feljebb végezzünk. A Szpari a tavaszi nyitófordulóban vasárnap zárt kapus mérkőzésen a Soroksárt fogadja a Városi Stadionban. Próbáltunk videókat szerezni, információkat szerezni róluk. Továbbra is egy technikás, sok passzra, labdabirtoklásra épülő játékot játszó csapat. Bízom benne viszont, hogy mi felerősödtünk, feljavult a középpás védekezésünk. A letámadással is tudunk esetleg majd labdát szerezni az ő térfelükön. Úgyhogy bizakodó vagyok, de ez egy komoly jelzést fogadni ez a mérkőzés, hogy hogy is nézzünk ki, hol tartunk, miben kell még előre lépnünk, mit kell kijavítanunk. Úgyhogy kíváncsian, de bizakodóan várom ezt a mérkőzést. A 22. forduló további párosítása a következő: Békés Csaba Ajka, Csákvár Vasas, Szent Lőrinc Szeged, Budaörs Szolnok, Dorog Deac, Kazincz Balcika Kaposvár, Szombathely Gyirmót, DVSC Siófok és Győr PMFC.